Szerződtelek, lerombolt házat köszöntöttek engem. Kövek és törmelékek között volt az első játszóterem. Szüleim azt mondták, felszabadultunk. És nem baj, rombon kell felépítenünk új világot, a közben nyugalom és békülön. Az 50-es évek sokak számára ismét elnyomást hoztak, de nekem a boldog gyermekkor éveit jelentették. Ugyan csak krumplit ettünk, és sokszor fáztunk, de ezt testvéremmel mindig mókásan fogtuk fel. Azt a kevés élelmiszert, ami volt, csak jegyre lehetett kapni, és ha megjött a hús, sokszor fél napot álltunk sorba értem. Apa kis gazdapárt tagja volt, ezért sokszor eljött hozzánk egy fekete autó, elvitte apát egy-két napra, és amikor hazajött, sokáig szótlan volt, és betegnek nézett ki. Bár sosem mondta, szerintem elverték. Anya, már megint nincs hús a levesben. Sajnálom, kislányom, be kell érned a krumplival, mert ebben a hónapban nem kaptunk. Köszönjük meg Istennek azt, amit kaptunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jöjjön Jézus, védelmünk, áld meg, amit adtál nékünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Apa, már megint szótlan vagy. Ilyenkor ne faggasd a kádat. Csak azt szeretném, ha szebb, igazságosabb világban élnénk, ahol szabadság van. De ne aggódjatok, az Isten megsegít. Azt érzem, valami készül. Meg mi sem akarunk, hogy legyen neki. Anya, éhes vagyok és félek.
Ne félj, kicsim, mindjárt jön apa, és hoz nektek kenyeret és krumplit. Mindjárt itt lesz, mindjárt itt lesz. Megjött apa, hozott krumplit. Az egész városban felfordulás van. Csoda, hogy tudtam krumplit szerezni. Velünk jössze, vagy ellenünk. Felgyújtottuk a szíveinket, szemünkben villámfény dobog. Hozzátok szólunk fásult falva, ébredő magyar városok. Mi lettünk ma a vérkeringés, új indulókat ver a szívünk. Tudni akarjuk, még ma, tudni, ki van velünk és ellenünk. Ébredj magyar, ma aludni gyalázat, vakondok szeret. Jöjj el közénk égő szívvel, s emeld fel büszkén a fejed. Bírt a fejjel gyápák járnak, napban néző a mi szemünk. Ne várj tovább, ma határoz, velünk jössze, vagy ellenünk. Utódai a mártíroknak, mi döntsük el a holnapunk. Bitófák nőnek virágok közt, ha nem merünk, ha hallgatunk. Kiégetik a lelkeinket, férgek marják az életünk. Holnap késő már, ma kiáltson, ki van velünk és ellenünk. Beletek megyek, barátaim, persze, hogy beletek megyek. Vívjuk ki a szabadságot. Most mennem kell. Apa, veled akarok menni. Szó sem lehet róla, még csak ötödikes van. De a szomszédja most nyolcadikos, és ő is veletek van. Te akkor sem jössz. Lépjenek el minden rendkontó kísérlettel, nacionalista
kell provokációval szedni. Apa veszélyben van. Hetek mondtam, viták lázában éltek az egyetemek. Szegeden, Budapesten, Miskolcon, Pécsen. Október 22-én a Műszaki Egyetemistán Budapesten önjogba foglalták a fiatalság követeléseit, és többek között elhatározták, hogy október 23-án szolidaritási tüntetést szerveznek a lengyelországi események mellett. Október 23. Izgalomban égett az egész város. A tüntetést a belügyminisztéri először betiltotta, majd 14:30-kor a rádió közölte, hogy mégis engedélyezik a tüntetést. A bejelentés után közvetlenül indultak a Budapesti Műszaki Egyetem diákjai és tanárai a budafoki multipoldalról. Délután 3:00 Petőfi szobor. A műegyetemistán idegérkezett csoportja itt találkozott a Művészeti Főiskolák hallgatóival, de sok gimnazistát és munkásokat is láttak itt már a követben. Néhány perccel 3:00 előtt mondott ki fegyelmezett csoportban a bölcsészkar. Amely semmi egyetlen nyertek.
sőt a felvonulást ellenségül sokkal nacionalista megválásra kényeztük. Este 9 körül kezdődött el a harc a Kábuli Hétklubba vételéért. Elmesélem, mi volt ma. Délután a Petőfi szoborhoz mentünk tüntetni. Sejtettem, hogy valami nagy dolog készül, mert nagyon sokan voltunk. Diákok, munkások, és egyre többen csatlakoztak. Kivágtuk a zászlóból a kommunista címet, kommunista könyveket gyújtottunk fel, majd a parlament előtt követeltük, hogy Nagy Imre legyen a miniszterelnök. Ennyi embert együtt még nem láttam. A Városligetbe mentünk, a felrobbantott templom mellé. Ott ledöntöttük a gyűlölt Sztálin szobrát, elvontattuk és szétdaraboltuk. A rádióhoz menet az útbelső kommunista jelképeket letörtük, ledöntöttük. A rádióban be akartuk olvasni követeléseinket. Vonják ki a szovjet csapatokat. Nagy Imre alakítson kormányt, a sztálinista, rákosista bűnöseket váltsák le. Vonják felelősségre Rákosit. Általános egyenlő titkos választásokat tört pártot. Vizsgálják fölül a magyar-szovjet kapcsolatokat. Szervezzék át a gazdasági életet. Hozzák nyilvánosságra a külkereskedelmi szerződéseket. Fektessék új alapokra a beszolgáltatás rendszerét, az egyénileg vállalkozók kapjanak a TSZ-ekkel egyenrangú támogatást. Független bíróság vizsgálja felül az összes politikai gazdasági pert, bocsássák szabadon az ártatlanul elítélteket, szállítsák haza a Szovjetunióba hurcolt foglyokat. Teljes vélemény és szólásszabadságot. Szabad rádiót. Távolítsák el a Sztálin szobrot, helyre 1848-as, 49-es emlékmű kerüljön. Új, nemzeti jellegű címe. A katonáknak új, a magyar hagyományoknak megfelelő egyenruhát. Március 15-én legyen nemzeti ünnep, október 6-án nemzeti gyászünnep és tanítási szünet. A rádiót védő ávéhások ránk lőttek. Ekkor nyomta a kezembe valaki a puskát. Nagy lövöldözés volt. Csoda, hogy nem találtak el. Végül sikerült elfoglalnunk a rádiót. A társaim elfoglalták a telefonközpontokat, rendőrösöket, és sikerült még több fegyvert szerezni. Azt sem tudom, hol áll a fejem. De még sokat ennivaló, amíg kiüljük a szabadságot. Most próbáljatok meg aludni. Egy álmodás, szóló a holtát,
Szovjet tankok voltak mindenütt, és a parlament tetejéről ránk öltek. Akkor sérültem meg. Szerencsére nem súlyos a sebem, de sajnos már nem tudok részt venni a harcokban. Thank you.
Jaj, hála Istennek, hogy hazajöttem. Már azt hittünk, soha nem látom. Nekem szerencsém volt. Csak megvertek. De sok embert láttam a börtönben. Ott volt például a szomszéd Józsi, pedig ő még csak 8-os. És ott volt a plébános úr is. A bácsikám pedig elmenekült az országból, és Amerikában próbál szerencsét, egy szabadabb világban. Csak reménykedni tudok, hogy az én vérem és a többi fiatal kiontott vére nem volt hiába való. Azt is remélem, hogy az utókor cselekedeteinket nem ellenforradalomnak, hanem forradalomnak fogja ítélni. Hiszem, hogy nemzetünk imáját Isten meghallgatja.